Az amivárosunk.hu internetes oldalon az elmúlt hetekben felmerült egy kérdés, hogy vajon mit tesz a Szigetszentmiklósi városvezetés annak érdekében, hogy csökkenjen a kábítószer fogyasztás a térségben. Az amivárosunk.hu TV ezért szervezésbe kezdett és iskolát, rendőrkapitányságot és egy drogambulanciát is felkeresett annak érdekében, hogy felmérjük, milyen veszélyek leselkedhetnek a gyermekeinkre. A Batthyány Kázmér gimnázium végzős diákjai is hallottak már különböző esetekről, amikor szórakozó helyeken kábítószert kevertek az italokba. Én azt hiszem, hogy ez inkább a lányokra jellemző, hogy valamit belekevernek az italukba, esetleg ilyen gonosz fiúk, dzsinát például. Én erről hallottam, bár személyes tapasztalatom már Istennek nincs már, hogy így a társaságomból ismerősökön keresztül, de már hallottam ilyesmiről. A fiatalok azonban pontosan tudják, hogy milyen óvintézkedéseket kell tenniük, hogy velük ilyen ne fordulhasson elő. Végignézem, amíg kikeverik az italomat, nem hagyom ott a srácot, amíg dolgozik a koktélomon, meg bontatlan italt kérek mindig, meg nem hagyom ott az italt, és elmegyek táncolni, aztán vissza megyek és megiszom, hanem vagy megiszom, vagy ott hagyom, és akkor elbúcsúzok tőle. A rendőrkapitányság munkatársa szerint azonban nem Szigetszentmiklós a legfertőzöttebb terület a drogfogyasztás tekintve. A kábítószer való visszaélés az igen elterjedt bűncselekmény, és ugye leginkább a fiatalkorúak körében. Hát elmondhatom azt a Szigetszentmiklósi rendőrkapitánysággal kapcsolatban, hogy a legveszélyeztetebb terület, vagy a legfertőzöttebb terület az talán Dunaharaszti. Talán köszönhető annak is, hogy ugye Budapest forzás körzetében van, és határos Budapesttel is. A legveszélyeztetettebb korosztálya 14 és 16 évesek, de előfordult már olyan is, amikor általános iskolában kellett intézkedniük a rendőreinek. Volt arra is példa, hogy az általános iskolából jeleztek hatóságunknak, hogy egy gyerek zavart, bódult állapotban van. Kivizsgáltuk ezeket az eseteket is. Szakértői vélemények volt, hogy megalapozták, hogy kábítószert fogyasztott, de volt olyan is, hogy úgy nyilatkoztak, hogy a hatályos jogszabályok szerint nem minősül kábítószernek az, amit a gyermekkorú elfogyasztott. Általában ezek az iskolai esetek osztályfőnökök, igazgatók jelzései alapján jutnak a tudomásunkra. Amennyiben kábítószer fogyasztás gyanúja merül fel, abban az esetben a rendőrség egy gyors drogtesztet is bevet az ügy kivizsgálásakor. A vizeletet egy tégelybe vetetjük le a személlyel, és ezt a drog gyors tesztet, ezt belemártjuk a vizeletbe, és pár másodperc után kimutatja, hogy melyik azok az alkotók, ami pozitív, illetőleg negatív. Amennyiben ez a drog gyors teszt, ez pozitívvá változik, bármelyik csíkban is, abban az esetben a szemét mi gyanúsítottként hallgatjuk ki, majd a levett vizelet mintát, azt egy toxikológus szakértőnek küldjük. Abban az esetben, ha a toxikológus szakértő is megerősíti a tesztet, a kábítószer fogyasztónak egy elterelésen kell részt vennie. Amennyiben ezt nem teszi meg, akkor vádemelésre kerül a sor. De mi vezethet odáig, hogy egy gyermek kábítószerhez nyúl, tette fel magában már többször is ezt a kérdést Krebs Ágnes költő. Azért, hogy erre a kérdésre mi is választ kapjunk, a Tököli úti családi napközi és játszóházban találkoztunk a Szigetszentmiklósi asszonnyal, aki úgy gondolja, hogy a kommunikáció hiánya okozhatja az ehhez hasonló problémákat. Egy család, ami sajnos most elég sok család ingadozik, de ott nem megfelelő minőségű a kommunikáció, akkor ez egy alaphelyzet ahhoz, hogy a gyermek keres valami olyan utat, ezt nagyon-nagyon sokan elmondják, ahol biztonságban érzi magát. Talál olyan barátokat, akik mutatnak neki, mutathatnak neki olyan dolgokat, amellyel ő még nem találkozott, azt ígérvén, hogy majd jobb lesz neked. A költőnő előszeretettel foglalkozik műveiben a kábítószer elterjedésével és azzal, hogy mi vezethet odáig, hogy egy gyermek bódítószerekhez nyúljon. Legyen olyan őszinte, olyan meghitt egy szülő és egy gyerek kapcsolata, ami nagyon-nagyon ritka manapság. Tehát elég sok gyereket ismerek, és járnak hozzánk szülők megkérdezni, hogy mi van ilyenkor, mi van olyankor, mi van, ha rossz a gyerek, mi van, ha már nem tudok, mi van, ha kamasz, és olyan problémái vannak, hogy az égnek áll a hajam. És ez mind az a dolog, annak a tudásnak a hiánya, hogy hogyan legyek jó szülő. A gyerek hogyan legyen jó gyerek, és ezt az utat ki kell taposni. Az amivárosunk.hu TV csapata úgy gondolta, hogy ha teljes képet szeretne festeni a témáról, akkor el kell látogatnia egy drogambulanciára is,
A stáb ezért felkereste a 13. kerületben működő intézményt, ahol Gejics Gábor társkoordinátor válaszolt kérdéseinkre. A szakértő is hangsúlyozza, hogy a családon belüli kommunikáció hozzásegíthet ahhoz, hogy elkerüljük az ehhez hasonló helyzeteket. Mindenképpen próbáljunk megbeszélgetni a gyerekünkkel, tőle, róla megtudni minél többet, és magunkról is azáltal, hogy beszélgetünk és foglalkozunk vele vagy egymással. Gejcs Gábor elmondása szerint folyamatosan változik a kábítószerpiac, azonban mindig vannak olyan szerek, amik slágernek számítanak a fogyasztói társadalomban. Az alkohol vezet, ezt a kanabisz követi, most a szintetikus kanabinoidok azok, amik nagyon előtérbe kerültek, tulajdonképpen az úgynevezett herbál drogok, tehát a különböző ilyen füstölők, potporik, mi egyebek, aminek a gőzétgázát be lehet szívni, és hát gyakorlatilag kábítószerként működnek. Forgatásunk alatt több olyan emberrel is találkoztunk, akik már évek óta használnak kábítószereket. Ilyen az a férfi is, aki nyilatkozott stábunknak. Belevittek sajnos. Kipróbáltam. A nővérem belevitt, gyüdős nővérem, én nekem meg megtetszett, megittem kávéba, utána elkezdtem, utána engem belütt, én folyamatosan lüttem befele magamat. A férfi már 5 éve fogyaszt különböző kábítószereket. Nem gondoltál arra, hogy leszoksz a kábítószerről? De. És mikor? Hát most 2 napja nem csinálom. Mert benn voltam a kórházba, felvágták, műtötték, begenyesedett, felvágták, sírtam nagyon. Mióta csinált, hány éve? 5. Értem. Miből vásárolsz a kábítószert? Te dolgozol mellette? Már kukázgatok. Vasakat, vasakból. És akkor abból azt a kis pénzt, amit összeszedsz, abból kábítószert? Abból, igen. Egyedül szoktad, vagy társam. Van egy valaki, akivel kábítószert? Igen. Egyszer egyedül üttem, Chicagóba kötöttem ki. Az mit jelent? Hát, hogy bejártam, nagyon is hordott velem a világ. Igen? És ez jó volt? Jó. A szakértő arra kéri azokat, akik bajba jutottak, nyugodt szívvel forduljanak hozzá 15. kerületi ambulancián, hiszen a központ bárhonnan fogad klienseket, és mindössze lakcímkártya, tajszám, valamint előzetes időpont egyeztetés szükséges a tanácsadáshoz.